Érkezünk a mai vlogunkban. Na, a mai témánk az lesz, hogy mint látjátok, tavasz van. Én úgy gondolom, hogy teljesen ideális tavaszias idő van, süt a nap, ragyogó napsütés, kellemes szél. De nem, nem az van, hiszen ha körbenéztek ti is, látjátok, hogy óriási hó van. Na, igen. Bence, mi lesz a mai terv? Mit fogunk, miről fogunk beszélni a nézőknek? Hát a hóesésről. Hóesésről. Most jókor jött meg, és én sokat játszottam. Kicsit hallgatok. Jó ez is. Gyerekek, ez a hó, ez nagyon jó most. Miért szereted a hóval? Azért, mert lehet hóangyalt csinálni, hóembert, és ezt, mikor nem esik a hó, ezt nem lehet olyankor megtenni. Szerintem jó itt. Pontosan azért hova próbáljátok ki, mert a hó az egy kicsit puha. Na gyerekek, esik a hó, és ha esik a hó, akkor mit csinálunk? Hát hógolyózunk. Azt a kurva ötöt! Az előbbi az az esemény történt, hogy kedves barátom jött és... Megdobta egy kicsi hógolyával. És hova találtál? Hát... Azt szerintem a nyakadban. Szerintem is nagyon hideg volt. De hát ugye az ő kis barátom, ha mire lehet tőle szávítani. Hogyha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel. Sziasztok!